Arra kötelezi a törvény a veszélyes kategóriába sorolt ebek tulajdonosait, hogy jelentsék be a kutyákat a rendőrségen. Az ebtenyésztők szerint nem kell félni ezektől a négylábúaktól. A veszélyesnek minősített fajta is lehet házi kedvenc, ha jó alomból származik és megfelelően kiképezték. Csak pocs barátkozunk. Este kezdjük meg ilyen 3-4 kilométer szaladás biciklin. Gagyi Csaba Rottweiler tenyésztő a 10 hónapos lédi névre hallgató szukát edzi. Úgy tervezi, hogy augusztusban már részt vehet az első versenyén. Romániában a rottweilert a veszélyes kutyafajták közé sorolják. Az ebtenésztő szerint a törvény bevezetése és az utóbbi tíz évben bekövetkezett kutyatámadások miatt drasztikusan csökkent az érdeklődés a fajta iránt. Nem számított, hogy milyen kutya volt, bármilyen kutya megharapta a gazdáját, vagy megtámadott valakit az utcán, az Rottweiler. Tehát a Rottweiler is pont, pont, olyan kutya, mint a többi, semmivel se veszélyesebb, tehát, tehát egy kiegyensúlyozott kutya. Marosvásárhelyen 300 a veszélyes kategóriába tartozó kutyát tartanak nyilván, de az ebtenyésztők egyesületének elnöke szerint a valóságban ennél sokkal több van a városban. Két kategóriáról beszélünk, itt egy olyan, az első kategóriában, ami három fajta tartozik, a pitbull, bandog és a a bőrből. Ez a három fajta az, amelyiket ivartalanítani kell, kötelező módon. Nem elég, hogy az kutyegyesülethez bejegyezzük, és akkor onnan a, a, az igazolványt visszük a rendőrségre. A második kategóriába tartozik többek között a kánikorzó, a Kaukázusi juhászkutya és a Rottweiler. A felsorolt kutyafajták közterületen kizárólag pórázoni szájkusáról tartózkodhatnak. A törvény továbbá arra is kötelezi a gazdákat, hogy kössenek biztosítást a veszélyes ebekre, de a tenyésztők szerint a gyakorlatban erre nincs példa, mivel a biztosító társaságoknál nincsenek hagyománya.